900-en rosszul látták akkor, mert a Tokira előtt és a hátvéd korcsajáráról ment be a korong. Hát szemmel bekövettem a korongot, úgyhogy hát nem tudom, mindenki nagyon boldogok vagyunk. Saját kezetekből sorsotok, és ezért nagyon-nagyon keményen megdolgoztatok egy A-csoportos színvonalú mérkőzés, hiszen itt 60 percen keresztül olyan iram volt, mint egyen följebb szokott lenni. Igen, igen. Hála Istennek tanultunk a hibáinkból, és hát a kazakok elkövették ugyanazt, amit mi. Lebecsültek minket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik. De hozzáteszem, hogy egyelőre, tehát ennek a mérkőzésnek vége, pihenünk egy nagyot most, mert ránk fér, és tényleg, ahogy mondtad, újból a saját kezünkben a sorsunk, úgyhogy meg fogunk érte dolgozni. Nagyon felpörögtem, ugye el voltunk egy kicsit szomorodva, vagy sőt, magamban voltam elszomorodva az a Korea meccs után, hát az megengedhetetlen, hogy játszottam a Korea ellen, sőt, úgy, mint csapat is, és már két napja ugye erre a meccsre készülök agyban, lélekben, úgyhogy ez nekünk tudtam, hogy nagyon fontos, és ugye olyan játékos vagyok, tudom segíteni a csapatot, és nekem muszáj ugye fizikailag ütközni a góllövés, úgyhogy erre nem volt nehéz felpörögni. Gólod az mennyire maradt meg? Megmaradt, ugye hát a Marci tényleg ugye jól megtartotta, elvitt két embert magával, leadta, ugye szélről előttem, hogy ugye az edzők is ugye végeztizéltek, hogy lőjem a korongot, és szélről ugye előttem és becsorgott. A korai meccs az egy kötelező győzelemnek volt kikiált, és mindig a kötelező győzelmek azok, amik a legnehezebbek, és ez elvárásoknak megfelelni. Itt tudtuk, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mi vagyunk az esélyesebbek, de azt is tudtuk, hogy őket a komfortzónából egy ilyen ütköző, és mindig a nyakukon vagyunk hokival, tudjuk őket kizökkenteni, és ez meg is történt, és ez sikerült is, és azt hiszem, hogy ezekkel az apró ütközésekkel, ütésekkel tudtuk őket szétzilálni, és fölidegesíteni őket annyira, hogy nem tudtak koncentrálni arra, amire szerettek volna. Igazából ehhez azért sok minden kellett, ez a mai nap így történjen, kellett hozzá egy 22-es keret, ugye be lehet menni az öltözőbe megnézni, hogy elég sok a kék-zöld volt, elég sok a fáradt arc, elég sok a jeges tömlő itt ott, amott, meg hát az a 9000 ember, aki bármi történt, végigszurkolta az egész meccset. Ha mi lőttünk volt, ha ők, ha nehéz helyzet volt, teljesen mindegy, mi volt, ők szurkoltak, hangosak voltak, borzasztó sok erőt adott. Mi volt a mérkőzés kulcsa? Egyrészt gondolok arra, hogy fizikálisan nagyon jól bírtátok, másrészt taktikával is azt lehet mondani, hogy a tökéleteset hoztátok. Pontosan ez a kettő dolog. Ugye kondiban lehetett látni, hogy nem fáradtunk el a vége felé, bár a végén már nagyon nyomtak. A másik meg, ami nagyon fontos volt, hogy nagyon figyeltünk arra, hogy ne engedjük be őket a komfortzónájukba. Szóval, ha sikerült volna nekik elkezdeni azt a kombinatív szovjet iskolát, rövid passzos játék, sok mozgással, sok korcsolyázással, akkor megettek volna minket. Arra figyeltünk nagyon, hogy mindig ott legyünk az arcukban, mindig egy kis ütőfelszedés, egy kis ütközés, vagy nagyobb ütközés, mindig ott legyünk, zavarjuk meg őket, ne hagyjuk őket kibontakozni, és rengeteg korcsolyázással úgy gondolom, hogy az edzők is nagyon jó munkát végeztek, ahogy felkészítettek minket a kazakokból. Hála Istennek most sikerült betartani a taktikát, úgyhogy mondom, le a karappal a srácok előtt, végig pörgött a láb, mindenki, beszéltünk folyamatosan, hogy ne engedjük őket kibontakozni, mert akkor baj van, tudjuk, hogy mire képes egy szovjet utódállam, tele KHL-esekkel, de úgy éreztem, főleg amit kérdeztél, az utolsó 10 percben már lehetett látni azért ott náluk, hiába kapták folyamatosan az előnyöket a harmadik harmadba, hogy már elkezdtek nem bízni egymásban, és mindenki egyénileg akarta megoldani, hozták be a harmadba egyedül, elpattant, megint kikorcsázni, az nagyon fárasztó dolog. Nagyon-nagyon megható tényleg, hogy ugye sok régi haverom, ugye osztálytársak, régi ugye csíkszedély haverok kint vannak, és egyszerűen elképesztő, hogy mit szurkolnak. Ugye, sőt, hogy összenőttek ugye a magyar szurkolókkal össze, teljesen olyan, mint egy család. Tegnap kijöttek az edzésünkre, végig szurkolták az edzést, tehát én ilyent, ugye 16-15 éve már hokizom, ilyet nem láttam életemben, úgyhogy ezt szerintem az is erőt adott, és tényleg köszönjük, mindent megköszönünk a szurkolásnak.